Úgy tekintett párbaj, ilyenebb, olyanabb, kié a nagyobb, kié a karcosabb, vagy békésebb ivóknak nem is párbaj, borszeretés. Életszeretet inkább a sokszínűség jegyében oldott hangulatú bormustra ez. Mennyi íz és mennyi forma, himnusz, a teremtő dicsérete, nemzetkarakterológia, sajátos jegyek borban oldva, in vino veritas, természetesen. Borok nemzetei Nemzetek Borai címmel tartottak rendhagyó borkostolót Dunabogdányban. Az augusztusi falubúcsú kulturális programok részeként szabadtéren, a rendezvénytéren került volna sor a bormustrára, ám az esős idő miatt a szervezők a művelődési házba tették át a rendezvényt. Mintegy 120 fő ízlelhette meg a 7 tételből álló kóstolót, melyen olasz, német, spanyol, francia és magyar borok szerepeltek. A rendezvényt a művelődési ház, valamint a borkostolókban nagy rutinnal rendelkező helyi civil szervezet, a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület bonyolította le. Az egyesület húsvét után tartja éves hagyományos borkostolóját, a borzsongást, de tartott már bormustrát önkormányzati rendezvényen és a németországbeli testvértelepülésen Leutenbachban is. Az egyes tételekhez bogdányi zenészek olyan zenét szolgáltak fel, amilyen Náció borával éppen ismerkedett a közönség. Aperitívként egy helyi ital került a pohárba, a borgarázs gyöngyöző bora, amely a filoxéra előtt Bogdány hegyein termő és most visszatelepített nevét a faluról nyert bogdányi dinka szőlőből készült. Németország egy baden-württembergi pincészetből Pinot Blanc fajtával, fehér borral szerepelt. Ehhez ifjabb Otrezső hangszerelésében német népdalok csendültek fel. Olaszország is fehér bort delegált az esthez, noha vörös borairól ismeretes a mediterrán ország, az umbriai Orvietóból érkező tétel nem okozott csalódást. A sor rozéval folytatódott, Szekszárd által a sarat a versenyben, hazánkból a borvidékről két tétel is került az asztalra, először a Sebestyén pincészeten volt a sor. A hagyományokból, hanem teljes egészében a régi szokások és hagyományok alapján készíti a borokat. Ez a kéte Oriente névvel illette, ami az elmondása szerint nála azt akarja, hogy a teljes alázat és odaadás a régmúlti idők felé. Ez a tétel egy küvé, viszont a fő alkotó eleme a Tempranillo, amit régi gyalogművelési tőkékről kézzel szüretelnek, majd ezek után betontartályokban érlelik a szőlőt, és végül nagyon-nagyon régi fahordókba töltik le. A folytatásban két különböző világ mutatkozott be, mindkettő a latin életérzést képviseli más-más módon. Spanyolország vérbővörösét küldte el, a Corrientiét Lanciego de Alavából, Baszkföldről. Majd a vörösborok királynője Franciaország tételét kóstolhatta meg a borszerető sokaság Bordeauxból, egy kiváló küvét ismerhetett meg a Château Palatour pincészetből. Kalandozásunk
utazásunkból hazaérve ismerős ízvilág fogadott, hiszen a kóstolót természetesen magyar bor zárta. Cabernet Franc, kékfrankos, merlot és tannat fajtákból háziasított szekszárdi dínyátes bor került a poharakba a Heimann pincészetből. Az esemény zenés mulatsággal zárult, a Táncen vagy Partizánsz buli zenekar már nem először táncoltatta meg a bogdányi közönséget.